Sziasztok, kedves barátaim! Holnap ekádesi. Hamarabb szerettem volna megcsinálni a videót, de olyan sűrű volt a programom, hogy meg se tudtam nézni a naptáromat. Most gyorsan-gyorsan csinálunk videót. Padmini ekádesi. Padmini ékádási, Pajvisotára Puránából lehet róla olvasni. Maga történet a Pulasztya Muni és a Narada Muni beszélgetésbe zajlik. Amit érdekes, hogy ez az ékádási, ez nincsen minden évben, ez a Padmini ékádási, hanem minden harmadik évben a védikus naptárok, védikus asztrológia szerint egy plusz egy hónapot beillesztenek az évben, Purusottam a hónapot, és akkor van kétféle ékádesi pluszban. Az egyik ez a Padmini ékádesi, a másik pedig Parama ékádesi. Treta Yugában zajlott a történet, ahol volt egy nagyon csodálatos király, Kartavirya, volt neki sok-sok feleség, de volt egy átok, ami miatt nem tudták szülni neki fiát. Nagyon szomorú volt király, mert ugye királynak van egy kötelesség, nagyon szép helyen járunk itt, látjátok, van mögöttem méhecskék, kaptárok. Erről is csinálok videót, most hol vagyok, mindjárt, ezt befejezem, talán a következőt gyártunk. És ugye királynak a kötelessége maga után hagyni egy királyság vezetésére méltó fiát. Addig nem lehet boldog egy király, meddig nem születik fia, azért nem tudta élvezni az életet, a királyságot, mivel nem volt fia. Ezért azt gondolta, hogy elmegyek és végzek egy komoly vezeklést. Elment is egy felesége, Padmini, aki nagyon erényes volt, ő követte a férjét, levette a királyi ruhákat, ékszereket, és egyszerű remete ruhába követte a férjét. A férj sok-sok vezeklés után próbálta megint, és még mindig nem született neki fia. Ekkor a Padmini felesége a Kardama Muni feleségéhez fordult, Anasuyahoz, és kérte tanácsot, mit tudok tenni, hogy szülesen nekünk egy fiunk. És az Anasuya mondta, nem sokára lesz ez a ritka hónap, Purusottama, főleg a ritka ékádesi, ami három évente szokott lenni, ezért, hogyha te ezen az ekádesén bőtöt tartasz szárazon, akkor az Úr kegyéből születhet neked fia. És akkor Padmini elment, és tartotta ekádesét, szárazon bőtölt, egész éjszaka, egész nap, és megjelent az Úr, hogy férjének adjan az áldását, úgy mondja az írás. Ekkor a Kartavirya király kérte egy fiát, és akkor az Úr megadta az áldás, igen, úgy legyen, fog születni neked fiat. Így megfelelő időbe, ékádesi után terhes lett a Padmini, és megszülte nagyon hatalmas fiat, akit nem tud megölni senki, se démonok, se félistenek, se emberek, hanem csak az Úr, hogyha azt szeretne. A fia, aki megszületett, olyan nevet kapta, hogy Kartavirya Arjuna, ez volt a neve. Ez a rövid történet. A bőt megtörése a 4:55 és 10:05 között. Köszönöm szépen, lájkoljatok a videót, iratkozzatok fel a csatornára. Üdvözlöm benneteket Moldáviából, és majd találkozunk. Szép napot mindenkinek, Hare Krishna!